aztán meg nagyon-nagyon-nagyon idegesítő lesz, és undorító, de lehet, hogy vicces is. Kíváncsi vagyok rá, megnézzük. A Struggling első epizódját szeretném a képernyőre varázsolni. És működik is. Azt a mindenit, az OBS-ben micsoda újítások vannak, pedig nem update-eltem már hónapok óta. Nára Erika 1-től 4-ig, 7-től 11-ig év. Ja. Ó, az ott az autosave icon, oké. Okay. Erősen ajánlott, hogy kontrollert használj. Kivéve, ha gyűlöled magad. Úristen, de hangos. Úristen, milyen undorító. Miért vannak szemek egy BL csatornában? Ez olyan, mint egy vulva tulajdonképpen. Már aki tudja, hogy mi az, hogy vulva, ugye már latinul. Csak hát abban nem szoktak szemek lenni. Jaj, fúj, úristen, mi volt az? Jézusom, mi ez az állat? Jó, a hang szerintem így rendben lesz. Vészinket kérem bekapcsolni, igen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, megvagyunk. Már tetszik a játék? Én nem merem megnyomni a camping gombot, hát mi az Isten lesz ebből? Oké, 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 oké. New game-et tolunk ide. Mert a múltkor már belenéztem 9 percig, hogy működni fog-e. Eddig annyira bullshit, mint a botanikula? Nem, ez sokkal rosszabb lesz. Szia, Terax, jó estét kívánok! Oké, okay, egy playerbe nyomom. Nyomjak bármi gombot. Oké, okay, ready. Az melyik gomb? Ja, a tapipad. Megnyomtam. Jó-jó. Fúj. Ó, réges-régen ezelőtt, amikor a virág nehezen tudta megvetni a lábát az gonosz ellen, hősök emelkedtek ki a plebejusok közül. Ugyanezek a hősök, a bajnokok abnormális képességekkel rendelkeztek. Az emberiség aranykora felé járták ki az utat. Uh-huh. Ja, igen, és a kapzsiság és az irigység elkezdett ugye virágozni ennek következtében. Volt egy hamis proféta, aki hatalmat szerzett magának, és saját maga ellen fordította a népességet. Aha, és mindenki megutálta a hősöket, a régi nagy hősöket is. Amint ők elkezdtek szépen eltűnni a történelemből, micsoda, valaki megjósolta, hogy el fog jönni kettő hős, akik testvérek? Micsoda? És majd szembenézek azokkal, azzal a söpredékkel, akik isteneknek tekintik magukat? Hector az, amelyik a keményebb forma. Ő lesz a gyengék védelmezője. A másik Achilles. Ó. Oh. Egész nemzetek tudásával rendelkezik. Mi a fene? És ők elkezdenek majd itt zarándokolni? Aha, együtt. Kitaszítottak zászló, vagy vívői lesznek ők, aha. Nagyon hangos a fülemben a játék, remélem a tiétekben is. Aha. Szóval, hogy megszerzik majd a hatalmat, hogy egy új közösséget alakítsanak ki, vagy nem tudom, minek nevezem, nemzetet? Ahol mindenki szabadon élhet majd fájdalom és szenvedés nélkül. Sajnos ezek a hősök soha nem jöttek el. Szuper produkció. Elektromos macska, köszönöm szépen a követést. Üdvít nálunk a vészkorúsban. Micsoda? Évszázadokkal később? Ezek a bajnokok mégis megszülettek? What? Hát itt már tényleg jó néhány évszázad eltelhetett. Mert itt minden ilyen high-tech. Miért ül bent két ember abban a trutyiban, egy ilyen lombikban? És az micsoda? Mi az? Jézusom! Oké, okay, azt hiszem az én vagyok. Álljunk meg, mert lehet, hogy a hangból egy picit visszább veszünk még. Szerintem mindenből. Oké, okay, ez szerintem így is elég lesz.
Oké, okay, ez is jó lesz így. Jó, oké, okay, meg vagyunk nagyjából. Na szóval, azt mondja, hogy használd az... De az ott én vagyok, azzal leszek, az... Az mi az Isten az? Az olyan, mint egy ilyen hasat többet iker szarkómás fej, amiből Loki két kar. Várjál. Mi? A bal, oké, okay, és a jobb? Jaj, fúj. Jó, azt hiszem, hogy akkor rá kell fognom a jobban, hogy... Jézusom! Mi, és így kell haladnom? Azt a minden ide, hiszen ez nagyon undorító! Azt a rohadt! Hát azért igencsak kemény kontroll... Várjál, a bal kezet kell elengedni. Nem, az a jobb volt! Jó, megpróbálunk itt valahogy áthaladni. Egy kicsit nyújtóztassuk ki ezt a balkart, hogy a jobb is, igen, odáig elérjen. Jó, mehetünk. Jó, most melyiket kell engednem? Melyik a fehér? Vagy hát világosabb színű karunk? Nem, ez nem az volt. Oké, a másikat. Jó, másik. Hát jó, hát ezt a mozdulatot azért meg lehet tanulni a kontrollerrel. Két különböző analóg, két nagy ravasznak a használata. Az az előre haladásunk. Áú, fúj. Jaj. És megint hol vagyok egyébként? Mi ez az agy? És miért ordít? Nagyon utarító. Fúj. Jó, és akkor most itt néhány kört kell mennem? Ja, meg kell nyomnom az át, hogy folytassuk. Micsoda, hogy fájdalmasan kúsz be Hector üres agyába? Mi? Fúj. Micsoda, használd a balkarodnak az önregenerációi sejtjeid. Kata! Nagyon szépen köszönöm a 7. hónapodat, nagyon kedves tőled, köszönöm a támogatást. Mokibot, te rohadék, hogy mondhatsz ilyet? Ne haragudj a robotomra, bocsáss meg, Kata, nagyon szépen köszönöm. Egyszer kirúgdosom a szart is belőle. Bocsánatot kérek. Elnézést, tényleg. Használd a balkarodnak a sejt regenerációs bigyóját a fenti nyillal. Fúj! Az mitől lett nagyobb? Oké, használd az Y-t, hogy manipuláld a jobb karod. Mi hüllő DNS-ét? Várjál már, ez... ez nagyon undorító. Jó, micsoda, hogy a jobb gombbal a Hillesnek a tudását... Fúj. Igen, tehát abba merülhetek el. Várj, ez ilyenkor beszél. Ez valamit próbál mondani. Azt hiszem. Igen, az első fixet nyomjuk fentebb. Nézzük meg. De én nem hallom, hogy mit akar mondani. Úristen, valami más lesz itt a megoldás. Jó, szerintem ez lesz. Jaj, fúj. Nézzük csak. Tehát Achilles ennyire okos, hogy... Aha, mindenféle hangot tud kiadni magából. És használjam a B gombot. Hogy Hector a legmélyebb gondolatait fejezze ki. Jó, melyik a B? Oké. Oké, azt hiszem, hogy értem. Jó. Ez szörnyű. micsoda? Mit csinálják? Nyomjam a jobb oldalt, hogy... Troy tudásába belenéz, tehát hogy annak azt így befejezzük? Aha. Jézusom, megöltem őket! Mi? De ez hogy történhetett? Most felrobbantak? Mi itt meg hatalmas parti van a tudósoknál? Beleokád a tank... Ó, ne! Azt hiszem, hogy... Most...
ki fogok tudni jönni onnan. Jézusom. De kiszabadul ez a szörnyeteg? És azok miért ülnek ott boxerben? Miféle emberek ezek? Egy lombikban. De, ne ordíts! Itt van egy tudós, elkaptam. Szevasz, Axia, mi a helyzet? Júj, az is ott micsoda az ott mögötte. Jó, nyugalom, nyugalom. Semmi baj. Itt egy önműködő ajtó kienged minket. Ez teljesen normális, hogy mindenféle lényt kiengednek. Szevasz, Wildscores, üdvözöllek. Jó, egészen jól haladunk. Ó, ne vidd el, wow. A Nerdok Nightclubja? Ez a kettes számú laboratórium? Ott van már valaki összehányva! Jézusom! Engedd el a fejedet! Jó, megoldjuk. Ott fel kéne másznom, ugye? Hopp! Jaj, Jézusom, ez nagyon fájhatott neki. Mindenki gratulál Dave-nek, valami óriási Dave-partin vesznek. Nálam van a mikrofon. És totálisan élvezik, hogy... Hogy ott pofázunk valamit a mikrofonba. Azt hiszem itt az ideje, hogy elengedjük azt. Nem tudom, hogy lehetek ennyire szarkészen, hogy... Úristen! Ez így normális, hogy ide lejöttünk? Júj! Az be van kenve valami vazelinnel, és nem tudtunk ráfogni. Mi ez a gigantikus ánusz, te hülye vagy? Ez egy checkpoint! Nem tudom, hogy itt be akarok-e menni. De be kell, hogy menjünk oda. Fúj! De hiszen ez nagyon ocsmány. Jó, igyekezzünk tovább menni. Mi lesz ennek a játéknak a története? Azon kívül, hogy megszülettünk és... Nem tudom, meghalhatnánk. Nagyon undorító. Ja, nem tudom, hogy mi ez, Wildscores. Ezek azok a hősök, akikre évszázadokon keresztül vártak az emberek. Ó, várjál már, az tüskés. Hülye vagy. Jó, nem fog bántani, nyugalom. Azt a rohadt, hogy reagáltak arra, hogy mi van alattuk. Várjál. Hopp. Jó. Nagyon be vannak szarva, hogy a tüskéshez hozzáérnek amúgy. Jó, ez a checkpoint megvan. Hát gondolom, hogy később... mindenféle elég nehéz. Bokibot, mit művelsz? Ezt miért csinálod velem? Na, elnézést kérek a robotom miatt már megint. Ma nagyon aktív. Letöröd a tüskét szegénynek? Nem tudom, nem tűnt annyira bizalomgerjesztőnek azért. Várj, most az ott mi az, amiben belekapaszkod? Fúj! De mi lenne, ha beleesnénk abba? Várj, nem tudom. Ez nagyon... Nagyon bizarr és nagyon undorító! De be sem csukja a száját, úgy evett meg minket, fúj! Jó, inkább azt ne erőltessük azt a megevés. Engedd el a karodat? Engedd el a kezed. Fúj! Engedd már! Mit csinálsz? Na, jó, másik kar. Jó. Oké, jobb. Jó, körbe. Jézus. Nya. Most itt fel kéne tudnunk húzni magunkkal. Szerintem működik a... Au. Működik a dolog. Rá tudunk fogni arra is? Jó, hülye vagy! Jó, ez itt egy ilyen hintaként... Hintaként funkcionál. Hát ez nem egészen úgy jött össze, ahogy én gondoltam. Van egy olyan érzésem, hogy sok ilyen lesz még ebben a játékban, ahol így szenvedni fogunk gyakorlatilag, hogy tovább tudjunk haladni. Melyik az a karod? Várjál, az a bal kar. Jó, oké, húzd fel magad. Jó, kapd el. Az úgy nem lesz jó. Várjál. Hát, talán. Ne! Nehogy hozzáérj ahhoz. Fúj, oké, lengessük be.
Jó, most húzzuk át a jobb karját. Oké? Oké. Jó, megvan. Az is megvan. Jó, egészen. Fú, ne! De hülye vagy, hát az ott izé. Engedd el azt a kezedet? Nehogy megfogd a tüskést. Jó. Jó. Ne félj, megoldom. Jézusom. Azt a mindenit. Hát teljesen széjjel van. Ho. Ezen biztos, hogy jó lesz. Nagyon récsgévesnek tűnik, valószínűleg azért, mert az is. Várjál. Hopp. Á, de leszakadtam. Ó, hál' Istennek visszanőtt. Ez normális. Oké, szerintem ez így jó lesz. Jó. Fú, hát ez nem volt egyszerű ide bejutni. Engedd el, nem, a másik kezeddel, úgy. Hogy leszakadt a karja. Várj, nem biztos, hogy ez így. Jó, ez mégis jó lett. Mégis jó, lehetett van rosszabb is. Na, figyelj, most a bal karod, az melyik? Hát engedd már el a kezedet! Atyaisten. És melyik kezé? Ja, jó, megvan, megtaláltam. Ez mi? Jaj, ne! Azt megöltem! Rázuhant valami! Mi ez? És írdatlan Darenbass? Nem. Dubstep party van! És most nekem ott le kéne tudnom menni valahogy? Miközben zuhannak ránk azok a... ez nagyon nem lesz jó. Oké, próbálkozzunk. Jó! Tovább! Jó! Ne, várjál! Akarom! Jézusom! Értem, tehát ahol megjelenik a zöld bigyó, onnan menekülnünk kell, mert arra fog jönni. Nem jó! Jó, semmi baj, még meg vagyunk. Ott van a... Különböző achievementeket szereztem itt a Steamen közben ezzel a halálunkkal. Jó, engedd, ne rángasd. Jó. Mehetünk. Hihetetlen sebességgel meg lódítjuk a testünket. Menj onnan! Jó, éppen hogy csak. Bal kar, előre lendít. Jó, jobb kar. Oké, hát Jézusom. Még ne. Ne! Várj, jó, megvan. Hát de innen egyre nehezebb. Tovább. Ez az, azt hiszem, hogy kezdek ráérezni a mozdulatokra. Az ott nem lesz jó, de jó lett végül. Fogd meg! Jó! Úgy! Hú! Lett egy fejlődésem? Mi? Ja nem, fejfedőm. Az nem ugyanaz. Igen, mi voltunk a D-jék az előző partiban szerintem. Hú! Hát ez elég HC volt, mit ne mondjak. És ettől biztos, hogy csak rosszabb lesz. Köszönöm kérdésed, Valskors. Azt hiszem, hogy egészen tűrhetően vagyok. Bár a... Ez a 4-es számú laboratórium. Micsoda? Ez a késő esti megbánás részleg. Mi az? Radioaktív trutyi? És mindenféle radioaktív hulladék? Aha, jól néz ki. Hát ez pont az a hely, ahol egy ilyen lény szerintem erőszeretettel mászna be. Mik azok a patkányok ott? Hol? Az a karakterünk. Szóval mit akartam mondani? Ja, egészen jól vagyok. Kicsit fájdogáltam így este fele, de... Bevettem egy Algoflexet, úgyhogy valószínűleg az majd megoldja. Itt most mit kell csinálnom? Meg tudom fogni a köte... Jó. Oké, talán működhet. Várjál. Fasz! Meg ne fogd, te hülye vagy! Hát nem vagy a karodat! Wow! Jó, oké. Írdatlan kötéltáncokban vagyunk. Fogd meg, és most! Kész. Hű. Szevasz, Sebi a Róka, üdvözöllek. Az nem cica, Mókibot. Nem látod, hogy a cica az nem így néz ki? Ez valami undorvány. Ja, hogy itt ilyen pockányok vannak.
Mi, és azok megesznek minket majd? Na, jó, hát ez így nem nagyon megy. Várjál! Húzd feljebb. Hopp! Megvan, megvan, megvan. Ez egy lift. Hát... Oké, oké, egy ideig nyomom most. Ja. Lehet, hogy meg kéne zárni ezt a liften. Na jó. Így már menni fog. Ez az! Mi történne, hogyha... Aha. Jó, jó, menjünk tovább inkább. Ez az. Fúj. Ez mi? Az... Az nem is olyan, mint egy malac. Hülye vagy? Kifele menjél? Vissza menjél? Jézusom. Hát nem megzabál? Hülye vagy? Hát bejön ide! Hát, ez nem egészen úgy zajlott, ahogy én szerettem volna, hogy zajljon. Ne, engedd azt el, a korlátot engedd már el a liftben. Balkar, most mit csinálsz? Most megöleled magad? Balkar, jobbkar, lehúz! De te ne maradj kint! Menjen a jobb! Jó, 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 megnyomtuk, oké. Okay. Na figyeljünk a disznóra, mert itt tesznek problémák. Te már szorultál be liftbe két szint közt, nem volt becsukva az ajtó rendesen? Hát az nem hangzik túl jól. Várj, de így el se éri azt ott fenn, nem? De nem is tudom becsukni. Reál, reál, húzd fel magad. Ez az. Jó. Azt nyomjuk meg. Várj, most találjuk, hogy mit szeretnénk. Először be akarom zárni a lift ajtót, hogy megnézzük, hogy mehetnénk-e innen fentebb esetleg. Ja, oké. Okay. Húzd be. Ja. Oké, okay, nyomd meg a gombot. Működik ez. A disznóval nem kell többet találkoznunk. Amúgy lehet, hogy volt a disznó mögött valami. Szevasz, mosnék. Jaj, csuklom. Jó, a negyediknél kisebb problémánk akadt a lifttel. Jobb kar. Csodálatos. Bal kar. Megfogja. Felhúzza. Mindjárt, egy kicsit azért necces, de nem lehetett, úristen, úristen, jó, fog meg inkább azt az oldalát, mert ez így, hoppá, na, és innen, jó, mehetünk tovább, mi lehetett ott a disznó mögött, azt vajon túlélhettük volna? Engedd már a balkarodat, a világosabb az a balkarja, már rájöttem, tök jó amúgy, hogy így megkülönböztették, hogy nagyjából azért tudjunk haladgatni, ezt megfoghatom? Jaj. Jaj, azt hiszem, hogy oda tapadtam. Jaj, várjál. Nem, működik ez. Fúj. Ne fogd meg a szemét. Ne. Jó, nem is lehet. Átmegyünk a plafonon. Jó. Oké. Miért nem a másik oldalra jöttem? Fúj. Jó. Kicsit küzdünk, most másik irányba tekerjük az analógot. Oké. Okay. Mi az, hogy reproachable? Minden esetre ez biztos, hogy valami olyan hely, ahol nem kéne lennünk. Új, a bácsi nem tudom, hogy jutott oda, de nagyon szerencsétlenül halt itt meg. Ó, oh, itt még ez a... De hiszen ez él. Kockányok vannak előtte. Hülye vagy! Mi? Remeg rág! Hülye vagy? Engedd el! Megfogtam a pockányt. De szemétláda, takarodjál arra. Ja, hogyha megfogod, akkor meghal. Hát de hogy ráugrottak már a elképesztő pockány tömegek? Hát ez majdnem olyan volt, mint a Plague Tale Innocence-ben. Mi? Láttátok? A szellőzőt? Oh shit. Várjál, gondoljuk ezt át? Ott van! Gyere ide, te szemétláda! Megmarta! Jó, leszedem. Megvan. Mi? Az artériára megy! Hülye vagy! Fúj!
Jó, oké, elkaptam, szorongattam, mint egy nem normális. Jaj, jaj, Jézusom, kirágja a nyakadat! Hát honnan tudod, hogy mennyi HP-d van? Jó, jó, talán ez így működhet. Azt hiszem, hogy elkapdostunk minden egyes kis pockányt. Oh, shit. Pockányt, te lenessél onnan. Jó, jó, oké, menjünk fel. Oké. Mi ez? Hát még én sem tudom. Egy patkány van alattunk. Hú, azt a mindenségit! Add ide azt! Az mi? Az normális, hogy itt ilyen... De hiszen ez egy pumpa. WC pumpa. Várj, 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 várj. Várj, a jobb karommal szeretnék ráfogni. Kicsit húzzuk ma... Ne, inkább a bal kézbe. Jó, jó, fogd meg. Jó. És most mi lesz, hogyha azt viszem magammal? Ne, nem bírja, hát nem bírja, hát megőrülsz. Öld meg, öld meg! Mi? A fejemben van! Jó, azt hiszem, hogy ennek ez lett volna a rendeltetése, hogy a fejünkre menjen egy WC pumpa. Semmi gáz. Hopp! Jó. Csak ne esetek le! Csak ne esetek le! Jó? Jó, 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 jó! Jó, etessük meg vele a pockányt! Egyél! Áááá! Igen, vagy leszakadt a jobb karom! Jézus Isten! Jó? Nem fájt? Nem tudom, hogy melyik, igen, jó a kérdés, hogy örömében ordít, vagy bánatában. Jó, jó, ne félj! Hát nem csinálom, hogy be vannak szarva, hát én sem tudom, hogy hova zuhanok éppen. Jaj, ne, ott ilyen... Vazelinos a fal. Úristen, hol vagyok? Jó, jó, nyugalom. Ez egy checkpoint. Mi az a Morpheus, ami oda van írva? Lehet, hogy a Matrixban vagyunk. Fogd meg a jobb karoddal. Mit akar? Mit akar súgni? Az Achilles. Ez a 003-as Morpheus. Lehet, hogy itt valakit akartak kinevelni? Ki akartak valakit itt tenyészteni? Menjünk vissza. Vajon találunk-e még valami DNS-t, amit magunkba tudnánk... Na nem, mintha eddig bármilyen DNS-t fel tudtunk volna használni, vagy be tudtuk volna olvasztani, de... Jó, jó, nyugalom! Áááá! Írdatlan ocsmány, valami... Valaminek a belseje, ami igazából félig mesterséges, hiszen vannak benne ilyen üvegizék is. Szóval, hogy ebben próbálunk meg utat törni magunknak. Szevasz, Norki, mi a helyzet? Üdvözlök minden... Áááá! Üdvözlök mindenkit! Jó! Jó! Pockány! Hopp! Áááá! Hülye vagy! Hát mi? Hogy halt meg? Hát mi, hogyha hozzám mér valami, egyből meghal? Hát miért vannak több szeme? Menjetek el innen! Ne hordíts! Jézusom! Jó! És a játék van, vagy 6 óra hosszú egyébként. Jó, mondjuk biztos, hogy bele van számolva az is, hogy ki mennyire béna. Köszönöm szépen a Szürke Ádámnak a raidet. Üdvít nálunk, úristen! Üdvít nálunk, fú, nehéz, nehéz most beszélnem, nehéz. Nehéz felülkerekednem a játék. Megharapta a hónalját! Szevasztok, és kösz szépen a raid. Hopp, azt hogy kicsereztük már amúgy? Nem tudom, nem fogom tudni elmondani, mert írdottam pockány támadásokat. Védek ki. De mi, ha leharapja a karját? Szia Barci, üdvözöllek. Mi a helyzet, milyen volt a ma esti stream? Mit játszottatok? Takarodját a szemétláda, úgy is van. Hogy ledobta már a pockányt magáról? Egy csodálatos játékra jöttetek. Ja. Hallod, nagyon sok pockányt hallok. Nagyon-nagyon sok pockányt hallok itt fent. Hát de attól félek, hogy magához jó mindjárt ez a lény. Várjál, próbáld magad? Azaz, meg lesz. Húzd fel! Subnautikáztunk. Több-kevesebb sikerrel. Nem ér. Hát ez egy nagyon jó játék. Lafon, itt ez most eléggé parának tűnik. Hopp. Nyugalom. Jó. Áááá! Jó. Sikerült. Még élünk. Oh shit, menjél! Azonnal! Jó, azt hiszem, hogy nyertünk egy kis időt. Húzd fel magad! Hallod? Jönnek utánunk! Nem tudom, egy pockán sereg! Jó, most bal oldali irány. Oké, okay, let's go.
Hát végül is csak zuhanunk folyamatosan. Fogd meg! Jó! Jó, jó! Hopp! Azaz! Szia, Mao, jó estét! Jó, megvagyunk, megvagyunk. Szerintem kijutottunk. Mi? És nézd, hogy zuhannak! Ne! Megtelik az egész terem velük! Mászunk magasabbra azonnal! Fogd meg! Fogd meg! Meg kell, hogy legyen. Gyerünk fel! Jó! Jó! Azaz, azaz, azaz. De figyelj, eddig is ilyennek tűnt amúgy a fejünk. Szerintem nem ilyenek voltunk eddig. Itt valami van. Fogd meg! Gyönyörű! Jó! Azt a rohadt mindenségit. Nem ilyen volt eddig a fejünk, mint hogyha PP lenne verve, nem? Kék-zöldre gyakorlatilag. Na, no! Húzd fel magad! Az nem lehet igaz, hogy azt nem bírja megcsinálni. Úgy van. Úgy van. Jobb kar. Jó, bal kar. Húzzad. Gyönyörű. Fú, hát konkrétan megizzadok. Embertelen utazásokban vagyunk éppen. Különböző laboratóriumokban és... Hále! Hále! Húzd be magad! Húzd be magad! Húzd már be! Jézusom! Húzd már be! Ne! Jaj, nem, megint kezdődik. Szevasz, harcos, üdvözöllek. Várj. Jó. Jó, nem jó. Nem annyira nagyon jó. Mit kell csinálni? Ne. Jó. Kezdjük előről. Ez így most menni fog. Milyen szomorú halál volt. Igen, ott a checkpoint előtt egy fél mozdulattal. Fogd meg. Fogd már meg. Azaz. És most. És tovább. És fel! Jó, meg lesz! Ho, az a bal karom, te hülye! A jobbat, azaz! Hú, azt a mindenit! Hát ez nem egyszerű ez a játék! De elképesztő mozdulatokat kell tenni! Jó, jobbra, és most balra, és megfogod! Fogd meg, rendülj fel! Hey, köszönöm szépen Mamutnak a 7. hónapját! Üdvözöllek, mi a helyzet, hogy vagy? Fogd már meg, te Jézusom! Oké. Köszönöm a támogatást! Oké. Meg tudom csinálni, most meg érzem, hogy meg tudom csinálni a karodat. Fűzd ki a karodat! No! Jó, akkor legyen a bal, akkor csináld a ballal, azaz. És... meg lesz. Gyerünk, sietősben, mert... már itt van mögöttünk szerintem a pockány had, vagy nem tudom, gombolyag ilyen undi. Ah, hál' Istennek. Ez itt a hulladék hulladék megsebesítő szárnya. Azt mondják, hogy őrült vagyok, amiért steaket teszek a pizzára. Szerintem vizionárius. Vizionárius? Az micsoda? Az ilyen látványos. De beszorult a bal karja! Hello! Ráncs már ki! Jó, azt hiszem, hogy ezzel, hogyha újra kezdjük, akkor mindenképpen nem szorul be akarunk. Jó, itt mi van fent? Így, ez az, oké. Okay. Itt van egy hihetetlen pilótafülke. What? Mi, kiestem? Várjál már, oda be lehetett volna menni. De mi van ott abban? Egy pilóta... Jó, másszál bele? Meg azt a gombot, valahogy. Várj, az egyik... mit csinálok? Jó, ott is egy kar. De most ezt... Semmit nem értek. Mit csinálok éppen? Várj, be kéne lógatnom? Jézusom, várjál. Ne esj ki! Menjél vissza. Jobb kar. Kb. Ilyen látnok? De most ezt ide kell húznod? Na, most egyszerre... egyszerre nyomom a gombot, meg egyszerre húzzuk azt a kart, ugye? Jól értelmezem? Nem jó. De lehet, hogy a bal szélére kell kihúzni, nem? Nem jó. De mégiscsak jónak kellene, hogy legyen. Csináld meg még egyszer, ne csinálj! Na!
Jó, 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 oké, és hogyha most rácsimpaszkodnék arra, akkor mi lenne? Menjünk ki, nézzük meg. Várj, de ne emeld fel! Miért emeli fel? Már azon kívül, hogy... Nyomd azt le? Aha. Jó, most próbáljunk meg valahogy innen kikecmeregni. Hát ez nem a legegyszerűbb dolog, amit ma csináltam, mit nem mondják. Húzd meg! Aj! Jó! Jó, jó, nyugalom! Oké, okay, kiesnünk, és most nézzük meg. El fogjuk érni. Oké, okay, és... Ez így most jó. Hát ez így nem nagyon jó. Várjunk már, hát itt valami mást kellett volna csinálni ezzel a darúval, vagy nem tudom mi ez. Hát de ez így nem lehet átlendülni, hát nem engedi. Hát de mondjuk éppen, hogy csak de. Hát és utána mit fogok csinálni? És az így leégeti a karodat? Aha, a radioaktív mocsokban nem jó megfürdeni. Ezt egyébként magamtól is kitaláltam volna. Mi lenne, hogyha inkább a... Valamit a jobb szélre mozdítanánk el ezzel a darúval, meg mi az a nagy piros gomb rajta? És miért világít? Húzd meg! Jó, oké. Okay. Nagy piros gomb. Most mi történik vele? Ez nem lehet, hogy valami... Várjál, húzzuk ki jobbra. Ó, oh, ez egészen ügyes, amit most csinálok, nézd! Ez nem egy mágnes? De, szerintem de. Oh, wow! Oh, wow! Aha, nézd és... Belöki! Aha, jó, ez király volt. Ezt a nagyot, ezt a bengát. Hát jó, szerintem ez lesz a lényeg, ez lesz a megoldása a feladatnak. Ne! Azt nyomd meg a gombot. Most megnyomta a gombot? Most mi lenne, hogyha... Ha elengednéd a bal karodat, így, igen. Ah, jó, most húzd vissza. Hát de az úgy nem csinálja meg. Várj, ne rángasd már! Várj, kizuhanok a pilóta fülkéből! Értem, hogy nem láttam ezt a gémet. Tipre, ez nem derú, hanem elektromágnes. Igen, igen. Igen. Lényegében igen. Gyerünk bentebb. Na, de most nem fog meg azt akarod. Ne. Istenem. Hát de mit összeszenved? Hát nézd már meg, hát nem bírja. Na jó, tudod mit? Fog meg a bal karoddal a jobban. Tehát. Igen. Jó, és most egyet lendítünk rajta. Hát de nem akarja. Na, végre elengedte. Nem. Szeretném a jobb... Szeretném a fejünket behelyezni ebbe a székbe. Így, és akkor a karunk használatát, nézd, így, húzd meg. De ne, a másik oldalra húz, te szerencsétlen. Errefele húz. Jézusom. Figyeld az alsó kis karjával, hogy próbálja tartani magát. Van jó. Igen, tehát most akkor itt vagyunk fent. Mi lenne, ha feljebb húznám ezt? Ne, kines! Menjél át. Jó, azt húzd fentebb. Húzd, hát nem tudom. Várja, így rángasd már meg felfele. Hát ezt nem megy. Oh, shit. Ez az, oké. Okay. Most akkor a bal karra, fog meg azt ott. Eléri. Jó, most told meg. Jó, oda fogjuk leengedni. Engedd el? Jó, húzzuk át magunkat. Nem! Jó. Engedd le. Hát ez szar lett már megint. De hiszen ez nagyon nehéz. Úristen, hát én nem számítottam rá, hogy ez ennyire nehéz lesz. Oké. Most nyomd meg azt a gombot. Most akkor hozzá van tapadva? Ó, nézd, igen! Működik! És akkor ez csak egy ideig működik? Ne integess már, te szemétláda! Húzd meg balra! Wow! Jó, ez nem egészen úgy sült el, ahogy én gondoltam, de már azért alakul! Azért ez már alakul. Jön meg! Húzd meg! Nem tudom, engedd le! Valamit csinálj! Jó, húzzuk fel!
És most... Ne ordíts, te szemétláda! Hűha, hűha! Most akkor mindent mágnesessé tesz, amihez hozzáér? Hát mondjuk általában így működnek az elektromágnesek, nem? Jó, ez így nem lesz jó. Meg kell nyomnom még egyszer a gombot. Tegyük vissza rá. Fogd meg ezt a kart. Húzd el jobbra. A bal karoddal húzzuk fel magunkat. Igen. Jó, hát ez itt teljesen szar. Fogd meg azt. Fogd meg azt. Fejeddel nyomd meg a gombot. Húzzuk el az egészet jobbra. Oké, ez lesz az. A feje lesz az, ami megnyomja a gombot. 24 órás stream. Szevasz, Vaderhun, üdvözöllek. Hát azért annyira nem lesz, hogy ez... Nem, ne, ne rögd vissza, te! Nem baj, nem baj. Ide rakjuk ezt. Engedd el? Attól félek, hogy ezt a részt nem ide kellett volna raknom. Szerintem ide ahhoz... Hogy felhúzta már? Hogy felhúzta? Hülye vagy? Várj. Az a baj, hogy azt nézem, hogy mit csinál a mágnes, és nem azt, hogy mit csinál a karakterem. Ide azt tedd be! Tedd be, engedd el! Jó, most azt kellene megoldani, hogy elengedje, ugye? Na, oké, húzd fel. Húzd fel egy picit magad. Léci, egy kicsit. Na. Á, de! Jó, oké, most azt kellene megoldani, hogy felhúzzuk ott magunkat. Hú, hát nem mondom, hát egyébként tényleg egy izzasztó egy játék. Á! Most az ott jó helyen van amúgy. Jó, fogd meg. Húzd fel. Jó, oké. Vigyük el jobbra az egész gépezetet. És rá kellene, hogy erősítsük. Mondom jobbra, igen, így. Hát ez így nem jó, kicsit fentebb kellett volna. Ez az. Most vigyük jobbra. Tökéletes, most vigyük le. Ne húzz jobbra! Ne, no way! Ó, Istenem, hát de már megint kim vagyok fél testtel, vagy nem tudom mi ez. Hát de igazán felég nézd meghatározni, hogy milyen jó Isten vagyok. Na, így szépen jobbra. Oké, most menjünk balra, és húzd le! Tökéletes! Jó, most húzzuk meg balra. Így. Jaj, de szép. Jaj, de jó lenne, hogy ott át tudnád húzni magad valahogy. Azt a mindenit, és sikerül. Menj már! Jó. Jó, egészen jók vagyunk. De most kellene azt elérni, hogy... Nyomjuk meg a gombot. És mehetünk. Várj, nem. Kell a mágnes maga. Fogd meg. Hú, de nehéz szülés volt ez. De ne esj ki a pilóta fülkéből. Menjél vissza. Azt a mindenségét. Hát megszenvedtünk vele. Jó, most azt csináld meg úgy. Mondom, csináld meg úgy. Aha, ezt nem ide kellett volna elhúzni. Nem baj, engedjük le. Ne, azt... Nem vagyok benne biztos, hogy meg kellett volna nyomni. De jó, nem baj. Most már csak ne... Na! Hey! Csal a játék! Na! Oké, most már ráfeküdtem egészen arra a karra. Na! Áááá! Jó! És most az lenne a dolgom. Miféle tor szülött ez? Ez én vagyok. Miért kérdezel ilyeneket? Fogjuk meg. Oké. Jó, vissza, engedd, nem jó. Jó, egészen jónak tűnhet. Tudod mit, szarok rád. Inkább leengedem. Fogd meg. Engedd el. Jó. Menjünk át. Szerintem ez meg lehet. Szerintem ez most meg lesz. Figyeld, végeztünk. Hát a fejem belefájdult, mire ez így meg lett. Fogd meg. Hopp. Azt a mindenit mit nyom. Hát mekkora király. Wow! Hát ez egy igen durvi puzzle megoldás volt, már elnéz. Ne nyújj bele a mocsokba! Helyes? Tiszta büszke vagyok magamra, nézd meg. Ez igen. Hát ezért minimum egy hatalmas nagy Steam achievementet adjanak már. Ide be szabad esni? Honnan olyan ismerős a karakter, gólyatábor végeztem, amikor belnéztem a tükörbe. Aha. Ilyen regeneratív képességekkel? Igen, csak nagyon zuhantunk, és a végén olyan hangja volt, mint amikor kicsusszan egy haki. Hey! Axil, köszönöm szépen az egy teljes évet, azt a mindenedet!
Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egy év itt nálunk. Remélem, hogy, hogy tetszettek a játékok, amiket az elmúlt egy év során sikerült a csatornára, a csatorna képernyőjére varázsolni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És természetesen azt is, hogy sok ilyen hónap lesz még. Már nem a, nem a támogatás, hanem hogy amit velünk töltesz. Köszönöm szépen. Hova próbálok menni? Jézusom, de hiszen ez nagyon undi. Ez valami bánya? Szerintem valami bányában lehetek, igen, mert a csillék meg ilyenek vannak. Jó, jó, jó. Jó, jó. Hú, hallott, hú, de nem egyszerű ez. Jó, megvan. És az is. A zenét emberi szájjal generálják? Vagy csak valaki dallamosan sír? Há! Ő volt az, aki eddig sírt, szerintem. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt feltétlenül meg kellett ölnöm, de megöltem. Várj, ne, ne, engedd el! Jó, jó, semmi baj, semmi baj. Megoldottuk, ez robbanni fog ez a hordó? Láda, ez egy láda, ez robbanni fog? Ezt meg bírod fogni? Hát és ott mit fogsz meg? Wow! Hát ez rohadt jó. Hát te nagyon tetszik. Jó, de ne erre menjünk. Valahogy próbálkozzunk inkább erre menni. Jó, azt mondja, hogy igen, ide fe... Aha, szóval itt időnként lefolyik a radioaktív trutymó. Ne, ne, ne! Jó, ez egészen szép volt, wow! Várjál, menjünk le, nézzük meg, hogy itt mi van, mit dugtak ide el. Jó, hát úgy látszik, hogy semmit. Akkor nem, nem erre kellett jönnöm. Hát egy tiszta kék-zöld már egyébként. Nézd meg, micsoda monoklik vannak ott, meg... Mint hogyha be is repett volna valahol a fejünk egyik hey! Oldala. De hiszen ez undorító. Jó, jó, húzzuk fel magunkat. Nem viccelek, egyébként elzsibbadt tőle a karom ezektől a mozdulatoktól. Ott, ott hogy húzod be magad? Várjál már, hát de... Hát de ott... Hát ezzel nem fog beférni. Várj, talán így. Á, igen, rájöttünk a titok nyitjára éppen, hogy csak sikerült átesni ott. Hey, hey, hey! Ne rakd bele abba. Na itt akkor mi van? Meg kéne fognom a táblát? Aha. Aha. Hát de ne! Hát de úgy ne! Engedd el abba akarod? Ha! Nem tudom a plafont megfogni, de... Jó, jobbra. Engedd el, fogd meg. Oké. Okay. Hú, azt a rohadt mindenség itt. Ez trutyi? Nem, hál' Istennek itt lehet haladni. Aha, ezek olyan hordók, amik néha így lemennek teljesen alá? Nem. Jó, jó, akkor mehetünk. Csak ne érjünk bele a trutyi... Hát nézd meg, ahogy kimondtam, megtörténik a baj. Jó, 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 semmi gáz, semmi gáz. Hát mondjuk, hogyha mind a kettő kezünkkel fogjuk azt a szart, akkor lesz gáz, várjál. Mi lenne, ha erről próbálkoznánk? Aha! Egészen okés. Jónak tűnik. Mi lenne, ha végig itt mennénk fent? Azt nem lehet megoldani? Ott, ahol... átmegy... Várjál? Ez. Erre gondoltam. Aha! Működik ez. Yep. Hát ez... Ojjaj. Oké, tovább. Hát ez easy! Hát ezt nekem találták ki! Perfekt vagyok ebben a játékban! Ott lefele kell menni? Nézd, ott van egy cipő! Na! Hogy... Hogy oda tudja csapni a saját fejét? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ne, ne, ne! Ne öld meg magad! Egy gumicsizma van a fejeden! Jó, 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 nyugalom, nyugalom. Nyugalom, vissza tudunk még menni onnan. Nem, nem, már nem tudunk. A gumicsizmát visszakaphatnám? Ó, 7.1-es erősségű földrengés volt Japánban. Ennél is erősebbnek az erőjele volt, Jézusom.
És a... Mi a helyzet Fukushimával? Ez most ment a hírekben? Easy játék ez, hát persze, csak nem tudtam kijönni a radioaktív mocsokból. Ezt most elrontottam. Most a nehezebbik úton kell mennünk. Fogjál már meg valamit. Oké. Haladunk. Hát még csúszva, lehet, hogy gyorsabbak lettünk itt volna. Fukushimában volt 7, mondta egy Tokióban csak 4-es. Jézusom. Akarod? Jaj, ne! Nevezd meg! Jó. Oké. De most mi? Most megint eltűnt? Jó, megvan. Mehetnénk alulról, de én inkább felülről szeretnék, így van. Fogd meg, tovább. Jó. Jó. Egészen hamar meg lehet szokni egyébként ennek a... az irányítását, esküszöm ennek a játéknak. Ide már be se kell jönnöm, nem? Várj, itt már nincs is itt a gumicsizma, akkor ide be se kell jönnöm. Akkor itt csak leesünk. Yep. Kicsit elhamarkodott volt, azt hiszem. Ez szörnyű, hogyha Fukushimában volt, pont hallod. Az nagyon nagy gáz. Hát így is az a rengeteg radioaktív mocsok, ami beömlik ott az óceánba, az nagyon problémás. Néztem erről egy egész dokumentumfilmet egyébként. Egy éve talán, hogy mit meg nem tettek ott is, hogy valahogy megpróbálják izolálni. Minek utána ugye, tehát hogy nem tudtak bemenni a cunami után, tele volt az egész vízzel, meg radioaktív ugye vízzel. Hát nem tudom, hogy most akkor ez mit fog eredményezni, hogy fel tudtak-e készülni erre rendesen. Nem ugyanaz nyilván egy cunami, mint egy földrengés, de akkor is. Fukushimában akkor azért 9-es erősségű volt. Hát de akkor cunami volt. Tehát ott nem a izével volt a baj. Akkoriban. Várjál, nem feltétlenül a izével. Azt a gumicsizmát ad a fejemre? Oké, köszönöm, mehetek. ne nyújj bele! Gyerünk tovább. Várjál, türelemmel. Jó. Megvan. Azt hiszem, hogy... Ne! Jó. Azt hiszem, hogy megvagyunk. De hát ilyen szűkréseken hogy fog átmenni a csávó? Vagy nem tudom mi ez. Valami... Tök jó, hogy újraélettünk, mert így már nem annyira monoklis. Ki az, aki énekel ott bent? Ti halljátok? Várjál, lehet, hogy úgy kellene, hogy a... jobb karunkkal feljebb húzzuk, elenged, feljebb húz, igen. Jó, bal karra utána nyúl és alátámaszt. Azt a mindenit hallod. Azért ez... Ez igencsak ki van találva itt a haladás. Nézd, és minket bámulnak azok a szemek. Ez nagyon ocsmány. Hát tudsz itt menni? Kicsit. Oké, ügyes. Kapaszkodj meg és nyúj ki egy picit jobban. Fogd meg a plafont. Ez az. Micsoda, hogy az első szülött lépcsőjein? Van ilyen szó, hogy lépcsőjein? Áááá! Mi ez? Jó, azt sikerült megcsinálni. Nem észleltek rendellenességet kárt az erőbivel. Hát, lehet, hogy felkészültek rám már azóta, hogy megtanulták a múltkori esetet. Ja, hát persze, hát a cunami nyilván a földrengés miatt volt, de... Hopp! Nem ott volt a földrengés, hanem a cunami érte el. De most a bal karommal lehetne, hogy... Aha! Gyerünk! Jó! Oké. Nézd, kaptunk valamit! Az mi? Mik ezek a dolgok? És ki az Isten énekel? Az mi? Ne, várjál! Az a kéz az elment. Várjál, ez mi? Be lehetne tapasztani? Ne várjál, mert folyton lejön a kezem. Áááá! Jó, semmi baj! Uh-huh. Azt hiszem rájöttem, csak...
Hogyan fordítsam meg? Hát valahogy be lehet ezeket dugaszolni. Hát ezek teljesen hülyék. Hát milyen feladatokat találnak ki már nekünk? Jó, vigyük el oda. Az most a bal karommal, aha. Hát de várjál, várjál, hogyha az alját tömítem be, akkor szétfolyik itt mindenhol. Hú, kicsit kirázom a kezemet, mert ez elég durva. Hát esküszöm, hogy olyan kontroller mozdulatokat kell csinálnom, amikre eddig nem hiszem, hogy volt példa bármelyik játék során. Jó, most mi lenne, ha nem keresztbe állnának a karjaid? De húzd már ki a jobb karodat a tested alól. Na, na, egy kicsit. Hát de meg van tekeredve. Várjál, tekerjük már ki, akkor a balt húz ki a jobb alól. Atyaisten, hát de mindenféleképpen rossz irányba áll a karja. Hát de ez életképtelen teljes mértékben. Várjál, most ott van a jobb kezem. Most engedd már el azt a ba... Hát de, és komoly. Átnőtt az a kar. A jobb karján, kereszt. Tehát, hogy van rajta egy lyuk, és ott át van dugva. Mert hogy ez így most nem lesz nagyon jó. Kezdem érteni a problémát, hogy miért nem akart ez így működni. Fúj! Hát de... Várjál, dug bele azt a karodat? De dug már bele amúgy egy kicsit oda. Jézusom. Jó, leszakadt. Oké. Okay. És kinőtt egy... Na. Jó, engedd el? Oké, okay. Mindjárt kinő egy jobbra. Azt hiszem, hogy megvan. De most mind a kettő olyan bigyó a jobb oldalra került. Az viszont elég szar. Bár de össze kemény. Igen. Oké, okay, jött megint egy olyan kis pessárium. Ezt próbáljuk meg feltenni. Áááá! Hát egy gumicsizma van a fejemen. Jó. Azt oda told át. Hogyan tudnánk megfordítani és betenni így felülre? Várjál, lehet, hogy így. Oké, mi lenne, ha elengednéd az egyik kezed? Engedd már el! Engedd el, te szemétláda! Hát ne... Na, hát csak oda dobta. Oké. Jó, most akkor azt tedd oda. Jó, jobb kar! Fogd meg! Vagy nem tudom. Jó, húztál magad? Próbáljuk meg... Most megint átnyomta, ugye? Ez nagyon szar lesz. Jó, már látom, hogy akkor a harmadik is elfér ott. Oké, gratulálok. Mi lenne, hogyha ezt megint megnyomnám? Ezt hogy fogom megcsinálni? Hát a teljes lehetetlenséget érzem. Kicsit úgy érzem magam, mint a Getting Over It-ben. Jó, kaptunk még egyet. Biztos, amit tuti. Na, fogd meg azt. Emlékeztek még a Getting Over It-re? Még lehet, hogy nem sokan voltatok itt, akik arra emlékezhetnének. Nagyon régen játszott. Dobd el! Hú, azt szarolt mindenségit. De várjál, most hogyha átesett, az nekünk megint nem lesz jó, ugye? Az is egy taktika, hogy felhámozod a dugókát, amúgy igen. Csak az a baj, hogy... De most mit szenvedsz ott? Inkább folytsd meg magad. Tehát, hogy... Mit akartam mondani? Ja igen, hogy elvesznek egy idő után. A harmadik mindig újra spónol. Fogd meg azt is. Na ez az, és azt most tedd oda bele. Az úgy nem jó. Ki ne ráncsuk onnan véletlenül, mert akkor az arcunkra fog fröcsögni minden. Olyan lesz, mint egy durvább felnőtt film. Próbáljuk meg azt, hogy felemeljük magunkat, majd a jobb karunkat. Ne, te hülye! Jó, mindegy, csak csináld. Jó, megvan. Ne ráncs ki! Dugd vissza! Jézusom! Jó, még talán jó helyen van. Oké, azt hiszem, hogy megoldottam a problémát. Nagyon jó. Hú, vedünk. Várj, ott azt most ne fogjuk meg. Csak essünk le. Nem lesz ez így jó, mert először szerintem meg kell, hogy oldjuk egy kis savval, vagy akármi is ez. Lehet, hogy a jobb oldalról kellene? Próbáljuk meg a jobb oldalról. A játék címe ki van írva a közvetítés címébe és kategóriájába, és az a címe, hogy Struggling.
Dug vissza! Dug vissza! Jó. Menjünk lefele. Ááá! Mik ezek te? Mi? Hipokizott minket egy ánuszizom! A gigantikus szem ránk néz. Amadeus az első szülött? Ez egy boss? Hol vagyok? Hol vagyok? Az micsoda? Mi történik? Ott zuhanok éppen, ugye? Várj, várj! Most akkor én vagyok a... Én vezetem a karokat? Ott van a fejem. Azt hiszem, hogy... Flippert kell játszanom a fejemmel. Azt a rohadt mindenségi. Na erre azért nem számítottam. Fogd meg a fejed. Hopp, kapd el. Azaz, és most fel. Wow, tényleg flippert kell játszani vele. Oda. Yay! Oké, megoldottam. Kapjuk el még egyszer. Nem jó. Fogd meg. Nem éri el. Oda akarom bedugni, de nem működik. Várj. Várj, fogd meg. Megvan. De ne vágd a rapföltöz. Hopp. Oda. Úgy, azaz. Várj. Ott lehetett volna megint megfogni valamit. Megint nem jól csinálom. Nem. Nem jó. Oda fel. Fogd meg, és ráncs meg, és most! Figyelj, kapd el! Oké, és most innen. Dobjuk át oda. Nem jó, megint lehajítottam, mert ennyi eszem volt. A Flipper gyermekkorunk kedvenc játékai közé tartozik végtére is. Hamar ismerőssé vált a logikája ennek. Oké, most dob be. Oké, megvan. Fogd meg, adsz. Jó. És most mi lesz? Oda be tudom dobni jobbra? És akkor kilövi. Wow. Oda néz. Kapd el megint. Most dobjuk át a bal oldalra. Ne, oda fel. Megvan. Ez egészen szép volt. Azt többször is meg kell nyomni ott fenn. Fogd meg! Ajne, nem ért el. Szóval ez volt az a dolog, ami egész idáig énekelt. Istenem, nem működik. Fogd már meg! Jó. És most kellene oda feldobni. Fúj! Jó, működött. Bal oldalon is van egy ilyen fekete tumorszerű valami. Oké, ezt már egyszer megcsináltam. Fogd meg. Dobd át. Nem, inkább dobd le, jó? Úgy. Kapjuk el. Elképesztő zenélésekben. Oda dobjuk fel. Fogjuk meg a bal karunkkal. Állj, ez így nem jó. Úgy, azaz, most le. Nem jó, legurult. Adjuk át a másik kezünkbe. Megvan. És most, ott van! Jó, működik ez. Jaj, de nem, leesett! Oh, fuck me. Nem jó, mert innen meg csak erre tudod adni. Adjuk át a másik karunkba, oké? Most balra! Szerintem... Nem jó. De már majdnem jó voltam úgy. Hát ez nehéz lesz így. Adara, oké. És most! Fogd meg! És most! Áj, nem jó! De az most már elkezdett kipukkanni, az a elképesztően ocsmány valami. Még egyszer! Nem jó? Jaj, ne, leesik! Oké, újra. A zenéje egészen menő, komolyan mondom. Yeah.
Nézzük. Most kellene oda bedobni. Tökéletes. Majd amikor kijön. Jobbra is. Nem jó. Nem jó, elrontottam. Á, basszus. Add neki át még egyszer. De már közel vagyunk a megoldásához. Ott van. Nem jó. Nem, semmiképpen nem jó. De mondjuk fent is van, hogyha jól látom. Olyan cumó, amit el kell, hogy érjen. Megvan! Kemoterapeuta lettem, hogyha jól látom. A Steam achievement szerint. De ott balra fent még van valami. Jaj, fúj! Ott van egy záróizom. Végtére is elengedett bennünket. Azt hiszem, hogy legyőztük az első bosst. Micsoda? Remote karok? Kaptunk egy ilyen Abomination Isten áldást. Tehát, hogy távoli karjaim is lehetnek? Egy biológiai mutáció történt? Troy metabolizmusában? Aha. Értem. Szóval tudnak olyat, hogy a karjaikat leválasztják és hogy távolról használják őket. Melyik gombbal? Aha. Jó, de... Ja! Ó! Ó! Na nem mondod! Na hát! Oké, és ez? Ó! Aha! És tudnék olyat csinálni, hogy... Hogy visszarakjuk őket? Most arra gondolok, hogy... Jó, érjük el azokat a száj valamiket, értem. A bal karunkkal. Jó. De mi? Az meg akarja harapni? Na, jó, a másikat érjük el a jobb karunkkal. Ezek most a tutoriál feladataink, hogyha jól látom. Ez az elhagyott kar egy kicsit emlékeztet engem a... mi az Istenre is a... Night in the Woods-ra. Úristen, azzal is akarok játszani. Mindennel akarok játszani. Lehet, hogy egy fél óra múlva megyünk majd DLC-zni vele. Na, mindjárt el fog érni, én tudom. Azaz. Jó, most az ráharapott. Mi? Hogy ott van egy figyelő szempár a bal felső sarokban, és ezt most szúrom ki. Aha, és értem. Tehát így, hogy ilyen véreresé vált. Azt hiszem, hogy egy másik fajta akciót tudnék így hirtelen csinálni. Frankensteinezd a bal karodat hozzá az a left buttonnal. Mi van? Mi az, hogy érti? Tehát, hogy oda kell másznom és... De vedd már be a szádba. Hát a másik bevette, ez most miért nem veszi be? Na! Hát Istenem, ez olyan, mint egy ilyen... Hát mint amikor a kutyák párzani próbálnak, nem? Hát nem tudom, vagy hát igazság szerint nem sok párzó kutyát láttam. Na, de miért nem? Működik ez, csak meg kell nyomni a left button. És akkor a jobb oldalit is, igen. És most azokat ki kell onnan húznom? Értem. Oké, de most olyan feladatokat kell majd megoldanom, amiben ezek a karok így külön vannak. Amikor a bal karunk egy ilyen hús, valami nódhoz van csatlakoztatva, ezzel kiengedi, ezzel megint megfogja, értem, és azzal megint megfogja, jó. Vissza tudjuk állítani magunkat, hogyha megnyomjuk a fenti nyilat, meg igen, ezt a háromszöget, oké. Micsoda? Állítsunk le 7,5 trilliót Troy sejtjeiből másodpercenként azzal, hogyha B-t nyomom. Ez egész jól működött. Hú, ezt az agymenést, srácok. Azt torolt minden én. Hát fizikailag lefárasztja az ember. Itt be kellene mennem ezen a valamin? Jaj, ne itt ilyen vazelines, az nagyon undi.
Lehet, hogy itt most az lenne a feladat, hogy a... Igen, szereljük az egyik karunkat? Jó, most a bal karunk, mint egy undorító féreg. Elindul oda. Jó, és ő fogja a kart majd menedzselni. Amíg a... Ne, várjál, tehát olyat felfele. Ezt a rohadt mindenségét. Jó, már értem, hogy miért tanultuk az előbb ezt a bigyót. Nyomd át magad? Ne! Hülye vagy, azt hittem, hogy meged. Ne! De nyom már, tarts már fenn. Jó, megvan. Azt hiszem, hogy sikerült megoldanunk. Arm rope? Aha, tehát, hogy kézkötél. Fel kéne oda másznom, hogyha jól sejtem. Na, hát egy kicsit azért megszenvedjük, de működni fog. Gyerünk! De azt nem tudja megfogni. Hát de az akkor hogy lesz? Várjál, hát valahogy fel kéne oda már... Lehet, hogy innen? Ilyet tudsz csinálni? Oh, wow! Jaj, de csupa vazelin a plafon, hülye vagy! Hát de hiszen ez undorító. Jó, csak fogd meg azt, és... Hát az úgy nem fog menni. Szerintem a kép segít? Tehát, hogy... Válasszuk le... Jó, most a bal karom van a jobb oldalon. Így egy kicsit nehézkesebb lesz, de megpróbáljuk. Leválasztjuk. Majd... Oké, kicsit odébb kúszunk vele. És a jobb karunkkal... Megpróbáljuk megfogni... Ne. Nem, ez semmiképp nem szabad. A bal karunk szépen kiteríti magát. Még kiebb is mehetne. Csúszál oda ki. Ez micsoda? Jó, úgy lógjál. Á, ne. Várjál. Úgy. Loják Ketchup, köszönöm szépen a követést. Üdvít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el elmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Jó, most fogd meg ezt a kart. És nyomd rá fel! És... És mit integet vele? Nem, mi lenne, hogyha a jobb karunkat engednénk le? Jó, és... Ne nyúlj a jobb karodhoz. Jó, és most próbáljuk meg megfogni a jobb karunk. Vágd a földhez a fejed, nyilvánvaló kapitány. Na, nézd! Jó, és... Megvan! Úristen! Jó, hát ez így... Hát de a kar fennmaradt! Hát de nem az volt a lényeg! Jézusom! Ez szörnyű! Nagyon undi, várjál! Csináljuk megint a jobb kar leválasztást. A bal kar megfogja a jobban. Jó, oké. Most mindjárt beveszi a szájába. Én így szoktam kommentálni egyébként a pornófilmeket is. Nézd! Várjál, mindjárt megtörténik a csoda. Nézd, ott lesz, és igen! Oké. Akkor most lehetne, hogy megfogod a fejedet? Így? Elengedjük a... Nem, ez így jó. Ez az! És most tudok olyat, hogy... No, ezt nem egészen így képzeltem el, de miért engedte el? Amikor vissza akartam regenerálni a karmat, akkor konkrétan elengedte az egész szart. Na jó, figyelj. Csináljuk azt, hogy a karunkat ide letesszük, és elengedjük a... ezzel. Oké. Most a bal... Kicsit visszápúzzuk. Jó, mehetünk. És... Nézd. Hát, néha már egészen egy picit így kinyitja azt a száját, hát nem tudom. Ez az! Aki csak hallgatja, igen, az most nem egészen tudja, hogy milyen játékokat is streamelünk ma este mi. Most akkor nyomnom kell azt a gombot? Nem, jó. Akkor fogjuk meg a fejünket. Jó, azt onnan engedjük el? Így húzzuk át magunkat. Így van. Jó. Most fent vagyunk biztonságban. Mi? De miért nem jött vissza a jobb kar? Ja, mert hogy ezt a gombot kellett volna, ezért engedte el, mert a kettő kar
különböző gombokkal regenerálja újra magát. Ja Istenem, hát ez jó, persze, ezt még meg is tanultuk az előbb a tutoriálban, csak én voltam az elég gyökér. Csusszunk! Hey! Jó, itt mi ezt a feladat? Hogy oda belecsúszik valami izé? Hát de... Hát most magamra rántottam a sziklát, hülye vagy? Ja, én régen nagyon sok izé... Porest szinkronizáltam, persze. Hát még... Fiatalabb koromban azért... Kellett ugye a pénz... Nézd! Fogd meg! Hát... Csak magára húznál! Húzd már fel! Húzd már át balra! Gyerünk! Húzd meg! Ott nem fog menni. időközben elfelejtettem, miben játszom, már nem vagyok éhes. Figyelj, így, és most balra. Emeld át! Gyerünk már, emeld már, de nem engedi, hát ez nagyon nehéz. De eszembe jutott valami. Mi lenne, hogyha leválasztanánk mind a kettő karunkat, és... Előbb a balt. Igen. Hát valami ilyesmi. Igen. Jó, elkaptam. Jó, mehet a jobb oldali kar. Az hülye ötlet volt. Jó, ez így most tökéletes. Tegyük fel ide a fejünket. Ide, így. Engedje el magát a jobb kar. Úgy. Fúj, de ocsmán gyerekek. Hát hány ingerem vett a játéktől, mint egy kaki. Nézd, úgy mászik konkrétan. Hoppá, megfogta! Na és akkor most van egy ilyen sziklám, ugye? A szikla, ami fel... Fel fogja húzni magát ott. De miért nem engedi el? Engedd el. Fogd meg újra. Oké, meg lesz. Hú, azt a mindenit. Hát de nem bírja felhúzni magát. Hát ez túl nehéz. Gyerünk. Na, de! Ez hülye működött. Jó, ez... Meg van csavarodva az a kar. Hát de hogyha meg van csavarodva, akkor mit csináljak vele? Hát de Jézusom, hát ez így nem lesz jó. Hát de nem csavarodik ki soha. Ez... Most olyan lett, mint egy kakaós csiga. Azt hiszem, hogy nyomjuk meg ezt a gombot. Jó, most miért lógattad be a karododdal? Hát de így most nem fog... Hát de most így beszorul. Hát ez nem lehet. Jó, ne veszünk oda egy kart. És próbáljunk meg valahogy a másik irányba elhelyezkedni. Azaz. Már ott megy. Jó. Hát néha jó is lehetne. Húzz vissza. Hát de most be... Hát de becsúszott. Hát behúzta magát oda, de... No way. Hát de hogy fogja magát onnan kihúzni? Na jó, csináljuk újra. Engedd el, és mász. Egészen jó. Egészen tűrhető. Jó. Hát lehetett volna ez amúgy jobb is. Úgy, azaz, megvan! Hú, hál' Istennek. Na, és akkor most így fel kéne emelnem ezt az egész szerkezetet? Mennyi elpazarolt kéz? Igen. Na de, én nem tudom, hallod? Megint meg fog csak csavarodni az a... Fogd már meg! Azaz! Jó, és akkor most így fel? Azaz! Nézd! Wow! Mekkora királyság! Így már bemehetünk abba az ánuszba. Megvan a checkpoint. Egy új ability-re teszünk szert, hogyha vérvörös lesz annak a izének a szeme. Nézd, ott mutatja benne, hogy a karok ott vándorolnak, mint az Izzy az Addams Family-ből. Engedd el a karodat? Tövezd vissza a karjaid? Ja, így már értek minden. Keresztény stream, keresztény nézőkkel. Beszarnál, de van olyan egyébként, hogy szoktam látni így jelente ilyen keresztény imádságok 024 csatorna. Meg jó, túléltük. Meg ilyenek azért vannak ám. Prédikációk, meg gondolom tenyérjóslás. Ez mi? Ez robban? De várj, mert először a kábeleket oda kellene rakni, nem? Tehát úgy a helyükre. Értem? Tehát itt lement. Én ott beférek? Nem, de egy karunk beférne. Engedjük el a...
Igen. Hát az úgy nem nagyon jó. Na várj, akkor a jobb karunkkal másszunk oda be. Igen. Ne, te engedd el, te vidd el onnan magad. Úgy, oké. Hát de hogy fogja azt onnan? Várjál, hát itt... Húzd már meg. Kiegyenesedett! Csodálatos! Jó, most... Atya Isten, de undorító! Ajánlja neked a teach ezeket? Vajon mi... Hoppá! Vajon miért? Fogalmam nincs, nem tudom. Nem tudnék választ adni rá. Jó, most akkor a bal karunkkal nem inkább növesszük újra azt a kart. Jó. Engedd el? Csináld meg? Jó, most engedd el. Úgy, lefele. Szép. És akkor hátrába fogunk tudni haladni, ha minden igaz. Arra egyenesíts ki, úgy. Igen, és mint egy kukac, ahogy mászna. Aha. Perfekció, haver. Most akkor a bal oldali kiengedte a jobbat, igen, tehát akkor az ott úgy lemehet oda. És akkor meg tudja húzni azt a kart. Yay! Most lemehet a bal. Így van. Gyerünk bal kar, gyerünk, csináld meg! A rohadt életbe. Van azért ötlet ebben a játékban. Most mind a kettő világít, ugye? Mert hogy rajta van, na jó, de hogy oldam meg, hogyha visszaneveztem a karomat? Olyat szabad? Ez így nem biztos, hogy jó. Várjál. Aha, zöld maradt. Oké, mehetünk. Húzd ki magad, azaz. Csodálatos. És most azt úgy húzd le. Wow! Yay! Nehéz volt, de megcsináltuk ezt is. Jöhetne még egy flipperes boss fight, az tetszett egészen. Ott egy bányás fickó, akit... Azt hiszem, hogy megevett a... Rancor. Jó, ezek a lombrikus vadászmezők, amiken most vagyunk. Nem tudom mi az, hogy lombrikus, de... Elég undorító lehet. Jó, azt nem szabad piszkálni. Megette, láttátok? Hát de hogy mész át? Megetetjük a karjuk. Ó! Oh. Ha-ha! Te csicska! Várjál, menjél át, balkar, menjél, induljál. tehát balkar. Balkar! Na végre. Szad ide. Jó, azt megette megint. Oké, induljon a balkar. Forrest, ima és gyermeknevelés. Választani kell? Én inkább a Forrest választanám. Itt a... Aha. Hát nem tudom. Hát nem az lenne itt a megoldás, hogy elindulunk a jobb karunkkal. És a... Várja. Engedd el. Nem vesz egy új jobb kör? Jó, menjél, most már lesz a rob. Ne! Hát nézd meg, hát de megeszi. Szerintem engedjük le azt a kart, így van. És próbáljuk meg elhúzni. Engedd de ne ölelkezd! Most összeveszed a két kéz, hülye vagy? Jó. Hát kezdjük elhúzni. Megeszi. Jó, már nyomja, már húzza, már csinálja. És mindjárt ráesik a fejére. Az a cuki kalap, nézd? Na hát. Hát egészen jól áll neki, csak miért veszi a szájába? Az a szája amúgy. Tudszál le? Hát de honnan tudhattam volna, hogy ott is van egy másik? De hiszen ez szörnyű. Engedd el azt a kart. Jó, te menjél, te a jobb kar az ott marad. Jó, indulunk. Minden szuper. Ez az egészen... Hát de ilyenkor miért? Miért nem csak a karját harapja le? Hát egy csal a játék, hát mindenki lát. Mondjuk meg kellett volna nyomnom egyetlen egy gombot ahhoz, hogy jó legyen, mindegy.
Ha-ha, te csicska. Jól elhitted. Na, ezt akartam volna megcsinálni az előbb a másikkal. Jó, most azt kapaszkodj bele, és figyelj, hopp! Szevasztok! Most mi lesz? Amúgy nem húzod magad, meg tudod? Akkor jó, akkor maradjál úgy. Most már rájöttem, Charlie-nak kell használnom a testem egy darabját ahhoz, hogy túljuthassunk ezen a hihetetlen, elképesztő és nagyon... Áááá! Ezt nem így akartam. Nagyon nehéz részen a játékban. Engedd el? Most akkor a jobb kar elindul. Várjál, az a bal. Tehát jobb kar. Igen, indul a bal. Gyerünk! Ez a... Olyan, mint a Balázs jó annak idején, csak ott indulhat a fal volt, itt meg indulhat a bal. Várjál, csináljuk meg, hogy... Igen? Igen? De rejt meg a fejét! Mindegy. Mi lenne, hogyha... Áthúznánk? Nem jó, nem csak a karját viszi el, az egészet viszi el. Tehát akkor az, amit az előbb sikerült tök szépen megcsinálni, az most már... Ha! Egyébként kivitelezhető. Azt hittem, hogy nem lesz majd az. Jó, oda. Engedd le azt a kart. Kimehetünk. Húzd magad! Jó, gyönyörű. Nem egészen így gondoltam. Nevez vissza? Hát de mi? Hát de honnan nőtt ki az a kar? Várjál, úgy. Oké, most azt elengedjük. Most akkor az elindul, hogy... Hát de mi? Hát de ez most csak akkor fog elindulni, hogyha... Úristenem, de megcsavarod vagy ki a kar a testünkből. Hát ez rosszabb, mint egy belcsavarodás. Engedd el azt a kart? Fúj. Nevez vissza. Hát de már simogatom a torkát annak a vadállatnak. Hülye vagy! Hát de milyen undorító! Jó, fogjuk azt meg. Mondom, fogjuk meg, igen. Atyaisten. Jó, így, igen. Hát de megharapja! Hát lerágja! Mehetünk. Megvolt, csodálatos. Nagyon szépen haladunk eddig. Csak az a baj, nem látom, hogy hol van a következő ilyen lény. Fogd meg azt. Uhú! Azt a mekkorát! Wow! Szóval, hogy ezzel lehet így repkedni. Ott egy checkpoint. Hát de nem látta, hát tényleg simogatta, hát de látta, hogy belolgott a karja a szájába. Ja. Hát ez se lesz sem úgy, mert... Aha, mégiscsak ilyen. Semmi baj. Na nézzük még egyszer. 22-27 van, hamarosan játékot váltunk. És még az is lehet. Megette, futás. Futás, húzd el magad. Jó. Azt a rohadt mindenségét. Fogd meg azt, azzal fel tudnék rendülni? Hát, rendülni nem tudnék, rendületlenül kellene az nyomni. Oké, megevett. Azt akartam mondani, hogy még Night in the Woods is lehetne ma. Ahhoz hasonlít, amikor a fickó bográcsban ült, pörölje kellett fejebb. Mondtam, bicskás, mondtam! Annak az volt a címe, hogy Getting Over It. Pontosan azt említettem az előbb, hogy emlékszik-e még rá valaki, de akkor te emlékszel rá ezek szerint. Szevasz Luna, jó estét kívánok! Mi a helyzet? Hogy vagy? Szia Goku, téged is üdvözöllek. Goku, hát lemaradtál az ocsmányságnak a... ne továbbjáról. Jó. Mi lenne, hogyha odahúznánk magunkat a jobb karunkkal, és aztán a balt... hát nem tudom. Na jó, talán ez még jó lehet. Húzd rá magad? Oké, gyerünk tovább. Jó! Jézus Isten, de mit összeparáznak amúgy? Jó, megvan ez is. Jó, kapaszkodj meg valahol. Oké, tovább. Így? Egészen jól haladunk, mit akarsz? De miért kellett, hogy ott is legyen egy? Hát de milyen csalás már. Igen, az üstben ülős csávó is. Az is egy ilyen játék volt.
Mondjuk az némileg nehezebb ennél. Hát sokkal nehezebb szerintem. Ott elképesztő egérmozgásokat kell alkotnod. Jó! Éppen hogy csak... Jézusom. Éppen hogy csak, ott is lesz egy ilyen. Jó. Mi lenne, hogyha itt felkapaszkodnék ide, meg ide, és itt belökném a karomat, hogyha... Így. Leválasztanám. Azaz. Az most megette. Akkor csimpaszkodjunk rá erre. Ne, nyugalom, nyugalom. Balkar elenged. És... Hát de... Ez miért nem úgy működött, ahogy eddig szokott működni? Na, Panther is emlékszik rá, mondom én. Na jó, elfáradtam, kell egy kis szünet. Tömök egy pipán. Azt a mindenség is, srácok. Na jó, ez a játék feletté bundorító, de egyébként slightly szórakoztató. Tehát, hogy megvan benne a szórakoztató faktor. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hová ballag Troy. Troy a nevük amúgy. Achilles meg izé, meg ez a... Volt a másiknak a neve H betűs Hector? Nem tudom. Vagy lehet, hogy Troynak a lerje volt ez a... Nem megyünk oda-vissza. Soha többet nem megyünk oda-vissza. Mi most ki fog lépni? Azt hittem, hogy csak a főmenüben lép ki. Szia, what the fuck, a jó estét! Hát lemaradtál hihetetlen játékainkról. Na jó, meséljetek srácok, hogy tetszett, játszunk még ezzel valamikor? Szeretnétek, hogy egy indie szombat keretein belül befejezzük egyszer?